Lakásába túl cicák jönnek házhoz, pörög a bejelentés dömping és húsvéti tojások sokaságai várnak a megtalálásra. Sziasztok, Jóni vagyok, ez pedig a Game Percek harmadik része, ahol ismét friss infókat osztok meg veletek a társasjátékainkkal és a Game Clubbal kapcsolatban. Kezdjük is rögtön három friss beérkezéssel, amik közül az első a Macskalak, ami egy válasz és írtípusú társasjáték izgalmas és változatos pályákkal. Minden körben négy kocka eredményéből kell felhasználnunk hármat, hogy szobákat alkossunk a térképünkön, és ezekkel aktiváljunk különböző képességeket. A cél természetesen a legtöbb győzelmi pont megszerzése és a legfunkcionálisabb cica lakás kialakítása. A játék két legizgalmasabb különlegessége, hogy egyrészt változatos pályák változatos szabályokkal kerülnek be a játékba, így mindig egy kicsit más lesz a játékélmény, a másik pedig az, hogy a képességek nem ugyanazok minden egyes játékban, hanem minden játék előtt sorsoljátok ki, hogy melyik képességek lesznek majd aktuálisak. A másik játék a Sárkányok völgye, ami egy könnyen tanulható, de izgalmas mélységekkel rendelkező kártyavezérelt játék, ahol különleges varázslényeket kell megszelíteni. A varázslények különböző képességekkel rendelkeznek, amik egymással kombinálva igazán ütősek lehetnek és közelebb vihetnek a győzelemhez. A játékmenet mégis egyszerű, hiszen minden körben két kártyát szereztek meg, amit majd eldöntötök, hogy mire használtok fel, erőforrás szerzésre vagy megtartjátok, hogy később kijátszátok, és ezeket próbáljátok meg minél jobban kombinálni, mert elképesztő kombinációs lehetőségek vannak a játékban. Szóval könnyen tanulható, könnyed a játékmenet, de mégis izgalmas mélységek vannak a játékban, hogyha szerettek motort építeni. A Csodaország csatái Alice világába repít el minket, ahol részt vehettek egy nem mindennapi teapartin. Ebben a stratégiai társasjátékban segítőket fogtok magatok mellé állítani, hogy velük területeket foglaljatok el, és hogy ti legyetek Csodaország királyai, királynői. A stratégiai tervezés mellett szükségetek lesz bátorságra és némi kockázatvállásra is, hogyha ti akartok kikeveredni győztesen ebből az őrült teapartiból. Na de pörögjünk is tovább, mert ezen a héten még a múlt heti bejelentés számot is túlicitálom, és most négy játékot is bejelentek. Az első játék nem más, mint a Forró nyomon, eredeti nevén a Hard to Get, ami egy kooperatív parti kártyajáték, ahol egy tanú tud egy titkos szót, amire megpróbálja rávezetni a detektív játékostársait. A játék trükkje, hogy a szemtanú abban próbál segíteni a nyomozóknak, hogy ők ki tudjanak zárni egyre több szót, míg végül meg nem találják az egyetlen helyes megfejtést. Szóval csavaros és szórakoztató szóasszociáció vár rátok a Forró nyomonban. A szerető otthon a kutyások szívét fogja legjobban megdobbantani, hiszen ebben a családi játékban mindannyian egy-egy kutya menhelyet fogtok irányítani, ahol mindenféle trükköket tanítotok a kutyusoknak, hogy elbűvéljétek leendő gazdáikat, és ennek hála új otthon találjanak. Lapka lehelyezéssel próbáltok majd különböző alakzatokat összehozni, hogy ezek teljesítésével a kutyusokat áthelyezzétek új gazdáikhoz különböző területekre. Ezek a területek lehetnek a nagyvárosban, a külvárosban, vidéken, de a lényeg az, hogy mindenféle különböző módon pontoznak majd a játék végén, amiket tudtok variálni, így növelve a játék újrajátszhatóságát. Nagyon szép és cuki játék, amit minden kutyakedvelőnek ajánlok. A Tiki Turaj Párizsban a 20-as évek francia országának fővárosába utaztok el, és egy gyors és könnyed játékmenet keretein belül kötitek össze Párizs nevezetességeit. Meg kell próbálnatok minél jobban kihasználni a szerteágazó buszhálózatot, és eljutni a lehető legtöbb látványossághoz a célkártyák teljesítése és a győzelem biztosításának érdekében. A játékmenet ráadásul mintegy 15 perc, és a kisebb dobozának hála bárhova magatokkal tudjátok vinni, sőt, még a francia zászlót is kirakhatjátok benne. Végül egy kiegészítővel zárom a bejelentéseket, ami egy olyan idilli nyaralás invitált ideket, ahol bárhol bárkin áthajthat egy villamos. A Villamos Dilemma vakációs kiegészítőjében 200 új kártyával gazdagodtok, és nektek kell most eldöntenetek, hogy kin fog áthajtani a villamos a nyaralásán. Természetesen ezen a héten is vannak akcióink, sőt még egy izgalmas kis játék is a húsvét alkalmából. A húsvéti akciónk a tegnapi naptól kezdve pörög a webáruházunkban és a boltjainkban is, aminek keretein belül rengeteg játékot tudtok megszerezni kedvezményesen. Ezen kívül pedig, ha már a webshopunkba járkáltok, jobb, ha nyitva tartjátok a szemeteket. Erre azért is hívom fel a figyelmeteket, mert elindult a húsvéti tojáskereső nyereményjátékunk, amin a webáruházunkban böngészve tudtok részt venni, ugyanis meg kell találnotok minél több húsvéti tojást. 5 tojásból álló szetteket kell gyűjtenetek, amik vagy 5 különböző, vagy 5 egyforma színű tojásokból kell, hogy álljanak, és azok közül, akiknek sikerül ilyen szetteket összegyűjteni, kisorsolunk 5 embert, akiknek a nyereménye egy 5000 forintos társasjátékos kupon lesz. Ennyi ötös után még el kell nektek mondanom, hogy még további 5 teljes napig tart az Instagram oldalunkon a Víz világnapja alkalmából indult nyereményjátékunk is, ahol az Alknovához és a Vízi világ kiegészítőhöz együtt nyerhettek egy insertet. Na de most már tényleg a végére értünk. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok az eheti Game Percekben is, találkozunk jövő héten, és addig is kellemes és társasjátékozásban gazdag húsvétot kívánok mindenkinek. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg a videó alatt a kis csengőt, hogy értesüljetek a legújabb tartalmainkról.
Emellett elérhetőek vagyunk Facebookon, Instagramon és TikTokon is, ahol rengeteg tartalmat megosztunk veletek. Ha pedig szeretnétek az új akcióinkról értesülni, vagy az újdonságainkról, iratkozzatok fel a hírlevelünkre. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!